Tiszafüreden 80 évvel ezelőtt kezdtek tanítani az Isteni Megváltó Leányai nevű női szerzetes kongregáció tagjai. A nővérek közül már csak egyetlen nővér él, Vámosi Katalin. Fodorné Hámori Ágnes kereste meg Katalin nővért, akivel Pilis Csabán a rendszociális otthonában találkozott. Most részletet láthatnak az ott készült felvételből. Pilis Csabán vagyunk a Nagy Boldogasszony házban. Itt él Vámos Katalin nővér, aki 95. éves, és valamikor a tiszafüredi zárda iskolában még ő tanított. Mikor is Katalin nővér? 1942-43 iskola évben. Tessék valamit mesélni az épületről, ahol tanítottak. Az épület állt egy ebédlőből, egy konyhából, ami az ebédlőből. Fönt volt egy pici kis szobába a kápolna, fönt az emeleten. Középen voltak a tantermek, és most a fürdőszoba, azt nem tudom, hol volt, de a fürdőszoba olyan volt, hogy csak nagyon keveset lehetett használni vizet, hogy mindenkinek jusson, nem az, hogy belenubickolok, körülbelül 3-4 liter meleg vízbe fürödtünk a kádba. Olyan volt az ottani körülmények, ilyen volt a fürdőszoba. És a hálóterem? A hálóteremek ott voltak, ahol a tanterm. A tanterem mellett, jól tettek meg. Tantermek szintjén. Igen, tehát a földszinten. Igen, abban volt 3 cella, ott aludtunk is a másik tantermekre. A vegyes osztályok, tehát ahova fiúk, lányok is jártak, ők a... Csak is. Melyik tanteremben voltak? Volt az udvar felüli részen volt egy összenyithatós, lehet, hogy később időben, egy zongorásterem. Volt már akkor? Zongora még nem volt akkor abban az osztályban, ahol én tanítottam. Nem tudom. Úgy rémlik, mintha a sarok, az ablak a sarokra nézett, igen. És erre is utca, arra is utca. Igen, jó, így volt. Valami ilyesmi volt. És akkor ott a mellette levő tanterembe tetszett tanítani. Hanyag és én abban a tanterembe tanítottam, amelyikből ide is lehetett látni, meg oda is. A hanyadikosokat? Harmadikosokat. És csak lányokat? Nem, fiúk, lányok, mondtam, hogy voltak ezek a állami gondozott gyerekek, akit azért vettek ki a szülők, hogy azért a 6 pengőért, azért a 6 pengőből meg tudjon érni az egész család. Volt ott egy nagyon okos fiúcska, Szabosi Elemér, vagy Ádám valami, egy magas, jaj, de nagyon értelmes fiúcska volt. Azból most miniszterelnök lenne, és józan. Mert nagyon, mint gyerek, nagyon jól. Tetszett említeni egy másik tanítványt, a Cigler. Az a Cigler Erzsike volt, hát az a minden foga kihult a sok micsodától, fagylaltól. Aztán és annak egy hatalmas apukája volt. Azt mindig hoztam hozzá. Hát a Cigler Erzsike, valami más neve lehet. Igen, hát fekete hajú, kis fekete szemű, édes kis Szent János bogár volt. Cukrász volt az apukája, és valamivel fiatalabbak már Tófalvi Ferenc néven ismerték. Tessék valamit mesélni a katolikus iskolának az ima életéről. Hát a tanítást mindig keresztvetéssel kezdtük, és elénekeltük azt, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban. Ez az az irredenta. A utolsó sorát is tesszük szíves lenni, mert én is ismerem. Akkor jó.
Ja, az utolsó hiszek egy is. Hiszek Magyarország feltámadásában. Hiszek Magyarország feltámadásában. Mellette mondtam már. Hát nem volt, a gyerekkoromban én is megtanultam a szüleimtől. Igen, ez az. Igen, és templomban csak vasárnaponként jártak a gyerekekkel? Hát akkor még nem volt az, hogy közösen vezessünk. Aki akart, ment, aki nem is kértük sávon, hogy voltál-e misén, vagy nem voltál. Természetes volt, hogy ott voltak. Nem kellett számon kérni, az természetes volt, hogy ott volt. Láttam őket a templomban, bár nem azért mentem a Szent Misére, hogy őket figyeljem, de láttam. Katalin nővérek hol ültek ebben a füredi templomban? Tetszik-e emlékezni? Nem tudom. Én úgy tudom, hogy volt egy külön padjuk. Az lehet. Az lehet. Ami még a mai napig is megvan. Aztán még volt az a szokás, jaj, de jó, hogy kivett. A fátyot fentáldozás után le kellett húzni, és mi ott botorkáltunk a földön, mert nem láttam a feketét. A fátyot le kellett húzni, nem emlékszik erre. Bubusok, a gyerekek azt mondták, hogy akkor bubusok lesznek a kedves nővérek. És volt ott sok vicc, meg sok... kicsúfolás is volt, akadt, nem sok, csak akadt. Tulajdonképpen ebben az Áda iskolában, mert ugye így hívták, a kedves nővérek tanították a gyerekeket, és a hitoktatás kivégezte? A pap bácsi. Az idős vagy a káplán? A káplán bácsi. Úgy emlékszem. Hát nekem az én koromhoz viszonyítva nagyon idős volt, nem lehetett több 50 évesnél akár a plébános sem, nem. De én hozzám a 20 éve, akkor itt 19-20 évesen. És volt ott egy gazdag család, Csakó, akinek malmuk volt. No, azok igen. Nagyon szerették a nővéreket. Igen, nagy mecénások voltak Csakói, igen. De az a Csakó néni egy nagy, magas asszonyka volt, nagyon kedves, nagyon, nagyon okos, nagyon jó. A fürediek, jó, ők gazdagok voltak, de többiek is nagy szeretettel emlékeznek a kedves nővérekre. Tehát szerették önöket, én úgy tudom, hogy a konyha berendezés, tehát egy 10 évvel hamarabb volt, mint ahogy Katalin nővér oda került, ők adták össze, tehát a lakosság. Volt szívgáta, mozgalom. Ezen kívül milyen vallási mozgalom volt még, amit esetleg a nővérek honosítottak meg Füreden? Nem honosítottuk meg semmit, mi nem térítettünk. Nem térítés, a szívgáta az mint mozgalom működött. Ez volt a neve, hogy szívgáta, meg volt már. Ja, szívgáta! Szívgáta! Az igen, az volt szívgáta. Most is van már, éledezik a szívgáta, csak most Szabolcs, aki most Amerikában van, de itt volt nem régen, ezelőtt egy olyan 20 évvel, tartottunk egy ilyen katolikus vezetők, én a Jéger Kananok, mezőkövesdi Jéger Kananok úrral voltam ezen a gyűlésen, és ő a Szívgárda nevet átváltoztatta Szent János bogárnak. És én akkor kikeltem magamból, hogy ezek a gyerekek nem bogarak, hanem Isten teremtményei, inkább kis angyalkák. Miért nem lehetnek gárdisták? Mert valami olyas, hogy a gárda az egy rossz névre emlékezteti őt, hogy milyen rossz névre. Igen, egy kicsit igen. Már a politika igen. A jobb oldalnak van ez a gárda. Igen, és ez a Jéger Kananok úr még most is él, Mezőkövesden Zsóri fürdőben lakik. Szívgárdistáknak ki volt a főnöke önök? A szívgárdistáknak. Várjál csak. Nem tudom. Nem érdekes. Nem tudom. Az Áda főnöknő ki volt? Az Árda főnöknő 42-43-ban Gizella, Főző Juliana Gizella nemrége halt meg, most mondom. Valahire Sopron környékén, Eszterházi volt, Eszter, az is eszembe jutott, Eszterházát.
Igen, amit most feltörnek hívnak. Igen. Ja, igen, 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 az. Na most milyen kapcsolatuk volt a civil tanítókkal? Tulajdonképpen nem egy iskolai szervezet volt, holott egy udvarban működtek. Ágika, abban az időben nem volt az a szerzetesi szabadság, ami most van, akkor nagy fegyelem volt. Én nem érintkezhettem, nem beszélhettem senkivel a főnöknő engedélye nélkül. Más volt a fegyelem. Nem mondom, hogy jó. Akkor elfogadtam én is, mert vállaltam. De most már más. Most már mennek mindenhova. Igen, mert hiába voltam Tiszafüreden, Mezőkövesre nem mehettem haza a szüleimhez. Nem mehettem haza. Katalin nővér utána hova tetszett kerülni? Az egy füredi év után. Utána Tiszafüredről engem leszállított a püspökladányba. Püspökladányba az iskola orvos rögtön megállapította a lumpát, a TBC lumpát. Itt vannak a nyílások. Azonnal kitiltottak az iskolából, és hazavitt a főnöktől Mezőkövesre a szüleimhez. És ez meddig tartott? A szüleim nem sokáig, mert én onnan a szülői háztól igyekeztem megszokni, és Mezőkövesden a gimnáziumban a Isteni megváltó leányai voltak a kollégiumnak a kiszolgálói, a fiúknak ebédet osztottak, nem ők főztek, osztották, harisnyát stoppoltak, csak más a keret, más a fegyelem. Most már. Lazább, de nem rosszabb, jobb. Többet használunk az Istennek ezzel a szabadsággal, mint amennyire. És van egy közmondás, azt hiszem Jeremiástól származik. Nincs mód arra, hogy oda ne menj, amit a sors kijelölt számodra. Egy példával. Jónásnak megparancsolta Jeremiás, hogy menj Ninivébe. Nem akart menni, mert szabad akarata van. Hanem ment, beleugrott. Mégis elment Ninivébe, ott volt Ninivébe, ott volt. Ezért vagyok én itt. Babics úgy fogalmazta ezt a Jónás imájába, hogy nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Én ismerem. Igen. 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 Van-e még valami kedves emlék esetleg Füredről? Sokat szenvedtem. Miért? A honvágy is, hogy ott voltak 30 kilométerre a szüleim, és nem láthattam őket. Egyszer jöttek el kocsival, amikor a nővéremnek Mezőkövesden lakodalma volt, és a lakodalmi kalácsból, csúkokból, ezekből hoztak valamit. Akkor láttam őket ott, és ez a honvágy úgy mindig bennem volt. Katalin nővér, köszönjük szépen a visszaemlékezéseket! Isten áldja, és további ilyen jó egészséget és jó szellemi frissességet kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm!